eredményes évet tudhat maga mögött a Berek fővárosa. Itt ebben a korábban veszélyes útkereszteződésben körforgalmat építettek ki, ami összesen 275 millió forintba került. További több mint 150 millió forintból korszerűsítették az utcák kivilágítását is. Ledes világításra tértek át Vásárosnaményban, ami hosszú távon biztosítja ezentúl a biztonságos közlekedést az esti órákban is. Az energiakorszerűsítési munkálatok a Városházán folytatódtak, az épületre napelemet telepítettek. A városban egy nagyszabású szennyvíz projekt is folyamatban van. Kiemelném azt a szennyvizes projektet, amelyet Ján településsel közös hivatalt működtetünk Vásárosnaményben, Jánd és Oltva. Jánddal együttesen egy szennyvíz hálózat kiépítésére, illetve a Gergely-Gornyai város, hiszen a szennyvíz telep fölépítése van folyamatban. Én bízom benne, hogy a jövő év elején erre is pontot tudunk tenni. Ez olyan 900 millió forintos projekt, és nagyon fontosnak tartom, hogy mind a Jándi település, mind a Vásárosnaményben Gergely-Gornyai része bekapcsolódjon a szennyvíz hálózat, illetve Gergely-Gornyán pedig a szennyvíztelepünk korrekt módon működjön majd, mert egy elavult, lepukkant telepről van szó, amelyet ki kell cserélnünk egy teljesen újra. Nagyon fontosnak tartom a fejlesztési miniszter úr által dedikált forrást, amely az épületeink, középületeink energetikai fejlesztésére irányul. Három épület újul most meg a városban ebből a forrásból, míg egy másik forrásból. Az Eszter Tamás Művelődési Központ, mindig ezt mondom, pedig ugye most már Balázs József Könyvtár és Művelődési Központ néven funkcionál, egy összevont intézményről van szó. Ennek az épülete, amely egy szociál épület volt, teljesen megújul, hőszigetelés kap, nyilázárókat cserélünk. Úgy vélem, hogy egy impozáns épületévé válik a városnak. Bölcsődei fejlesztésekre idén több mint 148 millió forint támogatást nyert az önkormányzat, így a legkisebbek is modern épületbe kerültek. A polgármester kérdésünkre elmondta, várják a top lehetőségeket, a tervek már elkészültek a jövőre nézve is. Az egyik korszerűsítés, ami megvalósulhat majd 2016-ban, a város újonnan kiépült részének aszfaltozási munkálatai. Ezen túl a kikapcsolódási lehetőségeket is szeretnék bővíteni. Nagyon szeretnénk azt, hogyha a Gergely-Gornyai üdülőközpontot helyre tudnánk tenni, megtalálnánk az igazi funkcióját a Gergely-Gornyai Tiszapartnak, hiszen egy olyan látványosság és turisztikai központja lehetünk is, és vagyunk is a Bereg kapujában, itt Vásárosnaményban, amit szeretnénk fejleszteni. A mai kirándulási szokások megváltoztak. Nem mindegy, hogy a családokat célozza meg egy település, vagy a fiatalságot. Nekünk is meg kell találni a helyes utat ebben. Még július végén egy vihar rongálta meg a Vásárosnaményi Általános Iskola tetőszerkezetét és 7 termét, ahol megközelítőleg 100 millió forintos kár keletkezett. Ennek a felújítási munkálatai is jövőre várhatóak.